Jó estét kívánok! Önök a világhíradót látják, Tóth Géza vagyok. Kiújult a rakétaháború. A Hamas szerda reggel óta közel 200 rakétát lőtt ki Izraelre. Válaszul az izraeli haderő a terrorszervezethez köthető mintegy 150 célpontra mért légicsapást. A helyi vezetés azt mondja, könnyen elképzelhető, hogy az összecsapások háborúba torkolnak. A gázai övezet határának 4 kilométeres sávjában élő izraeli lakosok evakuálását fontolgatják a helyi hatóságok, attól tartva, hogy a Hamas újult erőben indítja meg a rakétaháborút az ország ellen. A palesztin terrorszervezet a szerda éjszaka folyamán mintegy 150 rakétát lőtt ki izraeli területekre, így a hét közepe óta összesen már 200 lövedéket lőttek át a határ túloldalára. Az izraeli légierő válaszul a Hamashoz köthető mintegy 150 célpontra mért csapást, köztük fegyvergyárakra és raktárakra is. A harcokban legkevesebb 3 palesztin az életét veszítette, 9 izraeli pedig megsebesült, egyikük állapota súlyos. Az összecsapások csütörtökön is folytatódtak, annak ellenére, hogy az ENSZ és Egyiptom közvetítésével béketárgyalások folynak a két fél között. Izrael közlése szerint újabb csapatokat vezényeltek a gázai övezet határaira, valamint a vaskupola légvédelmi rendszerhez beosztott tartalékosok behívása is megkezdődött. A rendszer a most kiújult rakétaháborúban mintegy 25 olyan rövid hatótávolságú rakétát semmisített meg, amely lakott területeket fenyegetett. Szakértők ugyanakkor arra emlékeztetnek, mivel a vaskupola 80-90%-os hatékonysággal működik, ezért nem volt képes elfogni valamennyi támadó lövedéket. A kiújult harcok miatt Izraelben több létesítményt bezártak, a határ mentén leállt a vasúti közlekedés, az ott található szántók művelése is tilos. Az övezet északi szomszédságában található népszerű tengerpartot sem kereshetik fel most a turisták. Szaada tartományát bombázta a szaudi vezetésű nemzetközi koalíció légiereje csütörtökön Jemenben. A támadásnak több tucat halálos áldozata van, köztük több gyerek is, akik egy buszon utaztak a Vöröskereszt illetékesei szerint. Az országban több mint 3 éve dúl polgárháború az Irán által támogatott húszi lázadók, valamint a kormánycsapatok közt, akiket Szaúd-Arábia vezetésével egy nemzetközi koalíció segít. Utóbbiak gyakran vádolják a huszikat azzal, hogy gyerekeket használnak élő pajzsként a fegyvereseik előtt. Hatóságok közlése szerint iskolai mészárlásra képezhették ki legalább az egyik gyereket, akit amerikai rendvédelmi erők a múlt héten szabadítottak ki egy új-mexikói nyomortanyáról. A rendőrség közlése szerint a Viskóban 2 muszlim szélsőséges, 3 nőt és 11 gyereket tartott nyomorúságos körülmények között. Közben a hatóságok megtalálták annak a 3 éves gyermeknek a maradványait is, akik miatt a nyomozást hónapokkal korábban elindították. Elutasította a szenátus az abortusztörvény enyhítését Argentínában. A dél-amerikai országban csak akkor engedélyezett a terhesség megszakítás, ha nemi erőszak történt, vagy ha az anya élete van veszélyben. Több ezer feminista tüntető gyűlt össze a Buenos Aires-i parlament épületénél, hogy a művi terhesség megszakítás enyhítése mellett tüntessenek. A demonstrálók fasisztának titulálták a törvénymódosítás ellenzőit, és a katolikus egyházat is becsmérlő szavakkal illették. A tüntetés apropója az volt, hogy a törvényhozás felsőháza ezekben az órákban tárgyalta a törvénymódosítást, amely enyhítené az abortusz végrehajthatóságán. A latin-amerikai országban jelenleg csak akkor engedélyezett a művi terhesség megszakítás, ha a várandóság nemi erőszak következménye, vagy veszélyezteti az anya életét. A törvény senkit sem kötelez, és nem is tesz javaslatot arra, hogy hajtson végre abortuszt, csupán a választás lehetőségét garantálja. A törvény nélkül mi is asszisztálunk ahhoz, hogy az orvosok ezt üzleti alapon nem biztonságos módon végezzék, érvelt az egyik ellenzéki szenátor. A módosítás úgy enyhített volna a törvényen, hogy a terhesség első 14 hetében kiskorúak esetében szülői engedéllyel lehetett volna végrehajtani beavatkozást. Emellett lehetővé tették volna azt is, hogy az orvosok lelkiismereti alapon döntsenek. A javaslatot mind a katolikus, mind az evangélikus egyház erősen ellenezte. Az argentin származású Ferenc pápa egy interjúban arra kérte a szenátorokat, hogy utasítsák el a módosítást. Ez a vita azért mobilizálta szinte az egész országot, mert magáról az életről szól. Az élet kezdetéről, értékéről és az ehhez kapcsolódó jogokról, mondta az egyik kormánypárti politikus.
A maratoni hosszúságú vita után a szenátus végül 38-31 arányban leszavazta a módosítást, így a konzervatívok örülhettek. Buenos Aires utcáin kitört az örömünnep az enyhítést ellenzők körében. Óriási örömöt érzek, hálás vagyok Istennek, aki a mennyből néz minket. Tudom, hogy nem akarta ezt megengedni, mert csak ő adhat életet, és csak is ő veheti el, mondja ez a tüntető. Több argentin civil szervezet is már bejelentette, hogy hamarosan ismét vitára bocsátják a törvénymódosítást, és harcolni fognak a nők abortuszhoz való jogáért. A sikertelen argentin abortusz liberalizációs kísérletről beszélgetek tovább Korvin Tiborral, az ATV külpolitikai szerkesztőjével. Szervusz Tibor, jó estét! Szervusz Géza, köszöntöm a nézőket! Tibor, egy tradicionálisan katolikus országban hogyan tudott a törvényhozás elé kerülni egy olyan javaslat, amely enyhíteni akarta az abortuszt? Ez egy több éves folyamat végeredménye, hiszen az abortuszpárti civil szervezetek 2005 óta küzdenek azért, hogy a törvényhozás elé kerülhessen ez a javaslat. Keményen megdolgoztak ezért, mert Argentína lakosságának több mint 90%-a római katolikus, így számtalan akadályba ütköztek az évek során. Az ügy nemrég kapott új lendületet, miután Mauricio Macri elnök, aki egyébként maga is ellenzi az abortuszt, személyesen kérte a honatyákat, hogy fontolják meg a szavazást. Az alsóházon egy szűk többséggel ugyan, de átcsúszott a módosítás, a szenátusban pedig összesen 16 órás vita után elbukott. Érdekesség, hogy a 72 tagú testületben 30 nő van, ők szinte egyenlő arányban támogatták, illetve utasították el a törvényjavaslatot, míg a férfi szenátorok nagy része nemmel szavazott. Egyébként ez az eredmény egyáltalán nem meglepő, ha azt a tényt vesszük, hogy az egész közép- és dél-amerikai régióban csupán két ország van, ahol nem kriminalizálják az abortuszt, ez Uruguay és a kommunista Kuba. De gondolom az sem segített az abortuszpárti aktivistáknak, hogy Ferenc pápa történetesen argentin származású. Ez így van, ráadásul Ferenc pápának a mai napig elképesztő befolyása van az argentin közvéleményre. Egyébként éppen a közelmúltban hozta szóba az abortusz kérdését, egyenesen a nácik módszereihez hasonlítva a terhesség megszakítást. Hozzátartozik ugyanakkor az igazsághoz, hogy Argentinában az elmúlt években elindult egy folyamat, amely során az egyház és az állam összefonódása egyre lazábbá válik. Emlékezhetünk, hogy 2010-ben Argentina volt az első dél-amerikai ország, amely legalizálta a melegházasságot. A katolikus egyház persze komoly erőfeszítéseket tett, hogy ezt megakadályozza. Ferenc pápa akkor még Buenos Aires érsekeként azt mondta, hogy Isten tervét akarják elpusztítani a melegházasság engedélyezésével. Akkor ez nem sikerült, most azonban a konzervatívok győztek a törvényhozásban. Így van, de úgy tűnik, hogy a harc még nem ért véget. Köszönjük, Tibor. Köszönöm. A Richter skála szerinti 6,2-es erejű utórengés rázta meg az indonéziai Lombok szigetét, ahol vasárnap egy még nagyobb 6,9-es erejű földrengés pusztított. A hétvégi katasztrófa áldozatainak száma sajtóhírek szerint már 160 fölé emelkedett. Újabb házak dőltek össze egy erős utórengés miatt Lombok szigetén, ahol a hétvégi földrengés már épületek ezreiben okozott károkat. A két földmozgás epicentruma közel volt egymáshoz. Éppen a kocsiban ültünk, amikor rázkodni kezdett a földrengés miatt, azonnal kiszálltunk és elrohantunk, mondta egy önkéntes. A hatóságok nem hirdettek cunami riadót. Az utórengés ettől függetlenül olyan erejű volt, hogy Balin is érezni lehetett. A legnagyobb helyi reptéről pánikszerűen menekültek az utasok. Tévéztünk, amikor megremegett a föld. Rögtön kirohantunk, ahogy a földrengéseknél szoktunk. A szobám falán már eddig is repedések voltak, mondta ez a nő. Közben megszólalt a barátja annak a 23 éves nőnek, akit a vasárnapi földrengés után két nappal mentettek ki egy szupermarket romjai alól. A szerencsés túlélőt jelenleg is kórházban ápolják. A barátnőm éppen vásárolt, amikor a földrengés történt. A többiek kirohantak, de ő hátul volt, és nem volt elég ideje kijutni, így két napra a törmelék alatt rekedt, mondta a férfi. A hétvégi földrengés humanitárius válsággal fenyeget. Lombok szigetén ezrek vesztették el otthonukat, de nem csak szállásra van szükségük, hanem ivóvízre, élelemre és gyógyszerre is. Letartóztatták az egyik Dél-Kaliforniában tomboló erdőtűz feltételezett okozóját. Az 51 éves Forrest Clarkot egyebek mellett szándékos gyújtogatással gyanúsítják. A szövetségi államban a hőség és szárazság miatt több helyen erdőtűzek tombolnak, akár csak Európában.
Lakóházakat fenyegett Dél-Kaliforniában egy hétfőn keletkezett tűz, ezért a hatóságok evakuálták a környéken élőket. A lángok már 2500 hektáron tombolnak. Közben letartóztatták a feltételezett gyújtogatót, óvadéka 1 millió dollár lett. Akár életfogytiglani börtönre is ítélhetik. Szándékos gyújtogatással, fenyegetéssel és a letartóztatással szembeni erőszakos ellenállással vádolhatjuk meg, mondta a megyei ügyészség hivatal vezetője. Kaliforniában 17 nagyobb erdőtűz ég. Északon az egyik tűz a legnagyobb lett a szövetségi állam történetében. Közben nem kímélik a lángok Európát sem. A kelet-spanyolországi Valenciában hétfő óta már legalább 3000 hektárnyi terület égett le. A tüzet villámlás okozhatta. Minden, ami a ház előtt volt, leégett, semmi nem maradt. Nem tudjuk, mit tegyünk. Várjuk a további híreket, mondta egy francia turista. Nehezen halad annak a tűznek az oltása is, ami péntek óta tombol Portugália déli részén. Egy közeli várost evakuáltak. Mintegy 30 embert égési sérülésekkel és füstmérgezéssel már kórházba szállítottak. A kormányfő szerint az oltás még napokig tarthat. Valamit kezdeni kell az eukaliptusszal. Olyan, mintha egy kanna benzin mellett élnénk. Hála Istennek még senki nem halt meg, mondta egy brit férfi. Nagy tűz keletkezett pár napja az angliai Woodville-ben is, ahol műanyagraklapok kaptak lángra. A kiérkező tűzoltók tűzörvénnyel találták szemben magukat, ami ritka jelenségnek számít az Egyesült Királyságban. Tömeletes képek, ezekkel búcsúzunk mára, további szép estét kívánok, viszontlátásra!